Még tovább drágulnak a pékáruk. Többe kerül ugyanis a búza, ezért a liszt és a kenyerek ára is magasabb lesz. A malmok csak nagyon nehezen tudnak beszerezni jó minőségű búzát, aminek a tonnánkénti ára már van, hogy meghaladja 60 ezer forintot is. Csak az aratás kezdete óta itt 20%-os az áremelkedés. Szakemberek szerint év végén vagy jövő év elején már mindenki érezni fogja a drágulást. Ebben a pékségben Lacik Dénesné mutatja, hogy mennyi időre elegendő lisztjük van. Külön stócban van ugye a 80-as, 55-ös liszt és külön a speciális lisztek, ez éppen kenyérliszt, hát ez a mennyiség itt 3 tonna. Sajnos nekik is be kell építeni az árba a megemelkedett liszt költségeit. Még nem nyilatkozott a malom arról, hogy konkrétan mennyi lesz. Itt azért már az aratáskor lehetett tudni, hogy bekövetkezik. Azután a múlt héten, mint ahogy mindig felvezetik nekünk a dolgokat, hogy fel lehetne esetleg tölteni a raktárat, mert ezen a héten nem lesz szállítás. Ja, most innen már az következik, hogy a jövő héten lesz szállítás, de már drágábban. Most azt hiszem, hogy a malmok is a túlélésre játszanak, mert senkinek nem jó az, amikor bármilyen áremelés van. Mindenki a piacon akar maradni, mindenki fenn akar maradni, úgyhogy ők is kivárnak még, de jövő héten már konkrét számokat tudunk. Hát sajnos ő nem csak a kenyér emelkedik, mert ugyanúgy a péksüteményben is benne van a liszt is, és még a péksütemény mellé az összes többi áremelkedés. Például megkaptuk most a levelet arról, hogy november 2-ától a cukorárát emelik. Ezt már konkrétan. Tehát itt számolnunk kell állandóan, nekünk is jó lenne piacon maradni. Mint mutatja, a mesterek úgy tanítják a péknövendékeknek, hogy dagasztáskor jól meg kell hinteni liszttel a felületet. Szegény pékeket én ezen állandóan gyepálom, hogy inkább 2 perccel több időbe teljen az, amíg megszórjuk, de lehetőleg ne a földre már, mert lehet ezt bérbe is kifizetni, amit esetleg lisztbe a földre szórunk. A karcagi vásárlók megértik az árak emelkedését. Nem tudunk mit csinálni, nem tudunk ellene mit tenni. Benne volt a tévében, hogy kevesebb búza termett, ebből kifolyólag a vevőkre hárítják az árat. A pékek. Nézőinkben felmerülhet, miért is érdemes pénzt kiadni, milyen a jó pékáru. Egy pék szerint az igazi kenyér belerugalmas, laza, kissé lyukacsos, harmadnap sem morzsálódik, a héja viszont roppanós. A minőségi áru adalék nélkül hagyományos technológiával nagy gonddal készül. Minden esetben érdemes körbenézni, hogy hol vásárolunk. Aki teheti, a helyi pékségeket válassza, helyi termékeket vásárolja, javasolják a szakemberek.